kicsit. Hát végül is Gospert is játszhatunk tőlem. Mi a bénes atya? Mi a kancsó? Meg kell kancsolni. Hol mennyasszony? Megszökött a mennyasszony? Kézsíró. Ebből valunk. Nem tudjuk, hogy hol van a mennyasszony. Milyen esküvő lesz? Még mert hamra belopták. Ha hol a belopták, eltűnt. Nincs. Mi sem volt? Ez a dolog. Nem a kisesőrnek is a pálinkos. Kisesőr, mi sem volt, mi sem pálinkos. Ez nálunk itt. Pálink át a fényednek, pálink át a fényednek. Nem adom, ez az enyém. Hallod már mi vészünk? Valamit hozzászám, azt nem tapolja, csak hogy én találhatom. Beneivel jönnek. Miért tudja lenni? Jézus Istenem, megfőnök, hát mindjárt kimegyek rádiuk. Milyen érzés? Oda ütjük a fejedet. Rendkívül jó. Ilyen fiatalom, egy ilyen jókérvű fiatal ember. Állni fogod ezt még? Nem fogom. Állni fogja. Már várja szerintem. Nézzük meg a cipő alját, hogy nem írt fel rá, hogy help me. Tényleg. Cipő talpára van valami írva? Nincsen. Nem írt fel rá, hogy help me. Segítsetek! Mentsetek meg mi? Nézzek, amit a Dási szakállas. Nincsenek fiam, válaszolt a pártól. Látod a törpék, elkezd
elkezdtek koncertjéket. Szentetyen, aztán az ország arra tört a pálcát. Az egész ország lassú sem fiam, mondja őszentségem. Hátra a törpök elkezdenek rögni. Szentetyen, az ország lassú sem fiam. Átkoztam egy sorra elnézni. Aztán az egész világon van egy törpe a pánca. Nincsen fia az egész világon sem. Mi az egyik törpe röhibe így jár, mondta még, hogy a pingvin buktad meg? Gyermekeim, e történet is mutatja, hogy a házasság előtti szex milyen veszélyeket hordoz magában. Az előttem álló két báránynak ezzel mától fogva nem kell foglalkoznia, ugyanis kedves testvéreim, gyermekén az úrban, ezért ültünk össze, mindahányan vagyunk, ez a nagyon fényes szép napunk, hogy ez a két ember, Ábel és Róla, Isten és Horváth Károly szent színe előtt a házasság intézményére egyesüljön. És legyen akkor vezérelt egymáshoz, hogy az alkohol állásra legyen hajtunk mindenöké. Öt hónapban ezelőtt én mávoros részletben csattant el az első csúra. Ott voltam kedves testvéreim is, mindent láttam, sőt, hallottam is. Az alkohollal túlsított nyálam, keveregve csattogott. Mondhatom, költői volt. Azóta ez a két ember elválaszthatatlan, s most szent kötelékkel pecsételjük meg kapcsolatukat. Örvendjük át velük el a jeles eseményen, mikor életük összefonódik. Megkérlek szépen Ádám, húzd el a gyűrűt. És most megkérlek, hogy mondd utána. Én Ábalomszki Ádám. Szásd oda a mikrofon. Én Ábalomszki Ádám. Büntetlen előéletünk. Büntetlen előéletünk. Az atya, a fiú, az állam és igazgató személyben is tisztességes. Az atya, a fiú, az állam és igazgató személyben is tisztességes. Homobányai állampolgár. Homobányai állampolgár. Kirántám, hogy a szabad alkalatomból józan fejjel, jól átgondolt döntés eredményeként. Kijelentem, hogy szabad akaratomból józan fejjel. Jól átgondolt. Jól átgondolva. Döntés eredményeként. Döntés eredményeként. Lőveszem ezt, hogy az ítélőjét. Bocsánat. Kitartok mellette jóban, rosszban, egészségben, betegségben. Kitartok mellette jóban, rosszban, egészségben, betegségben. Ígérem, hogyha kedves barátnő játnőnek vendégségben. Ígérem, hogyha kedves barátnő játnőnek vendégségben. Elmondom még a házat is, ha a hüvelyúrvára szeretnének beszélgetni. Elmegyünk még a házat, és a hüvelygombáról szeretnének beszélgetni. Megfogadom, hogy a házas élet nem fog az ivás vagy a vására menni. Megfogadom, hogy a házas élet biztos nem fog az ivás vagy a vására menni. Jó, jó. Én meg olyan. Én őt a hónap minden napján egyformán szeretni fogom. Én őt a hónap minden napján egyformán szeretni fogom. Még ha napokon kedvesemet méretben ajándékokkal halmozom el. Ne.
minden apró bajomtól védelmezem. Ápolom, ha mégis rátör a korosság. Élőn meg nem csalom, ha csak nyomorulik, visszanett élő alkalom. Élőt meg nem csalom, csak ha nem adódik, visszanett élő alkalom. És most megkérem téged, kedves úrom, hogy fel Ádám újjára működik. És most kérlek szépen, hallod Ádám, én katona Flóra büntetlen előéletű. Az atya, a fiú, az állam és igazgató személyben is tisztességes. Az atya, a fiú, az állam és az igazgató úr személyben is tisztességes. Pohóbányai állampolgár. Pohóbányai állampolgár. Kijelentem, hogy szabad akaratomból. Józan fejjel, jól átgondolt döntés eredményeként. Nő megyek az itt jelen lévő Ábrószki Ádámhoz. Kitartok mellette jóban, rosszban, egészségben, betegségben. Mellette leszik akkor is, ha a gyúráshoz használ szteroid. Mi van? A gyúrástól használ szteroidoktól. Mellette leszik akkor is, hogyha a gyúráshoz használ szteroidoktól. Lankra az érdeklődése irányítani. Kívánságait lepeked velesen. És örömmel teljesítem azokat. Ez vonatkozik az orális szexre is. Csendben tűröm részéges kicsapongásait. Esténként vacsora után jól behűtött sörre, kedveskedem neki. Előtte figyelmeztetem, ha a tévében kihagyhatatlan meccset közvetítenek. Én őt férfira soha meg nem csalom. Nővel is csak akkor, ha a férjem erre utasít. Nővel is csak akkor, ha a férjem erre utasít. Testvéreim, ha van valakinek a környéken, aki bármit fel tud hozni a pár házassága ellen, az szóljon most, hogy hallgasson őkre. Senki, nagyon én. Első gyermekeket, gyermekelteket, legyen az fiú vagy lány, nevezétek Balázsnak. Köszönöm szépen!
kérdés volt valami. Zenét kérek. Itt majd! Itt majd!
Thank you.
nincs más idő, megmond is. Csak mit lehet? Szülemmi kell, minden dolgóra. Álmodni az, ami nem várhat dolgóra. És harcolni kell, hogy valami az, Ki most a között repülj, de mondd az esát, az ki.
lovas, kocsis utat. Egy romantikus kocsis utat. Dubajban. Dubajban nem, mert ott vagyok. Úgyis anya dönt. Ugye? Akkor Egyiptomban fogunk menni. Egyiptom. Az az igazság. Most hallod? Kéne választani akkor a kocsihoz, amivel elindultok, 4 darab lovat. 2-2, mindegyik jöttök barátra, vagy baráti társaságából. Adjuk ezzel, mint mindig. Ő volt, szerintem a gatyát, már látom. Ába nem, meg sem egy szólalni. Úgyhogy szükségünk lesz 2 darab lóra, Flórától. Klári! Klári! Nézi, Klári! Klári, te most ló leszel. Ha ha ha!
Igen. Majdnem. Székely szeminárt várjuk még. Te válaszod előtt hátul. Hátul, még van hátsó. Van még egy, és az ifjú párnak lesz hely, mert ti mentek a kocsiban. Mindjárt álljátok föl, foglaljátok el. Kamilla nincsen, hogy még egy nevet kínálok, aki játszik. Na, Lube, annak tudjuk. Te leszel a bal első kerekünk. Az ifjú pártai foglaljon helyet, és tégyél. Mert ez az egész fogad, és most mondom el egy percet, hogy ez az egész kocsi, amin mi ültünk. Úgyhogy szépen, anya mondd meg, hogy Ábel hol ülhet. Ábel, te van, Flóra, lába közt fogsz ülni. Az ifjú pár, jobb első, jobb hátsó, bal első, bal hátsó. A játék lényeg, hogy fogok egy mesét mondani nektek, aki a nevét hallja, annyiszor, csak annyiszor állhat föl, és föl kell, hogy álljon. Tehát ha azt mondom, hogy jobb kerék, te jobb kerék vagy, akkor föláll, eljön. Vagy többször áll föl, az iszik egyet. Mi van, Kanca? Vizes Kanca vagy? Te ló vagy? Elmondtam már egyszer. Hát, nem mondom el többször, nagyon lassú a felfogások. Még egyszer mondom, jobb, első jobb hátsó. Ha jó, jó.
köszönjük Pálnak! Egyetlen kocsisok!
kocsi az egész kitút jelenti. Úgyhogy nem állt volna kocsira. Az attól tartok, hogy elfogyaszt egy pálinkát velünk. A kocsi az nem tudod, a kereke meg lóra, sofőr. Itt a kerék is hozzá találkozik, mindenki. Fiúk, nem lennék neki personál. Köszönöm szépen. De mindenki iszik. Királyom, szeretett királyom! Az az érzés,
óta az az érzésem, hogy a bal hátsó, vagy a bal első kerék én vagyok. Kapás, ki a bal első? Te vagy a bal első. Jobb első, bal első, jobb hátsó, bal hátsó. Ez a király oda kiáltott a kocsisnak. Kocsisom, hé, kocsisom, drága kocsisom, hűséges kocsisom, imádott kocsisom, szeretett kocsisom. Állítsd meg a lovakat! És nézd meg a két első, és a bal hátsó kereket. Mert megszonyasztom.
hát igen. Na, hogy hát mindjárt megérkezünk egyik próbálat, csak egy picit kell kibírni. Van másik oldalán. Szóval a király úgy tett, mint a parancsot kapott volna, és ismét a kocsishoz fordul. Kocsisom, drága kocsisom, egyetlen kocsisom, hűséges kocsisom, imádott kocsisom. Állítsd a lovakat! Mert megszólni azt túl. Most itt megállunk. Mindenkinek öltsük elő a poharunkat, mert megérlegeztünk egyik tomban. Felállnak a lovak, és állva maradnak. Állva maradnak. Feláll a négy kerék is. És állva maradnak. Természetesen a kocsis is feláll. Nem maradnak külön a király és a királyné sem. Mindenki a király és a királyné felé fordul, és focint vele egyet, mert megérkeztetek Egyiptomban. Thank you.
megnyitott barlangot venni. Yeah.
Oh,
Thank you.
közönség. Otto Vejtőt! És bizony... Itt vagyok! Szia! De kinek vagy a felesége? Kéne produkálni a férnek, hogy visszakapja a mennyasszony, majd eldöntöm, hogy mennyire szép. Segítünk! Hogy, ha egy kicsit, jó, hány már van szerintem. Egy nagyon szép kis, nagyon számos előadás fogom valami. Na, unna mennyasszony! Kell mikrofon! Nincsen meg, most ő énekel, vagy nem tudom, vegye be a alapot. Figyeljetek, mert indul a zene. Aki tudja és ismeri, a segítsen egy kicsit, jó? Nagyon jól kezdjük, hogy figyelj! Yeah.
Akkor legyen egy kicsi vonatozás. Mindenki kész van? Mindenki?
Tök jó a buri. Holnap találkozunk. Örülök, hogy négyeset vizsgál. Imádlak.